Menjünk. Mutatom. Van egy kis leves, azt még anya főzte. Egy ekkora darabka kolbász. Nézd. Na, menjünk. Kimegyünk. Szlovákiába, Lidlbe. Meg egy pár darab tojásunk van. Csont üres a hűtő. Úgyhogy pont. Safjör gyerek, te vezetsz. Benjo meg éppen akciózik. Nézd meg. Valamit. De, ottni. Ott van. És apa is elkezdett videózni. És... Bezárod? Megpróbálom megmutatni, úgyhogy nem nyúlok bele a kormányba. Azt mondja, világít a szervónak a lámpája ott, az a sárga. Meg itt is, ez is. Ez valamelyik nap nagyot bulisztam rá, de most nem lezene. Lényeg az, hogy na, így. Vagy így. Várjál, én fogom elmesélni. Akkor engem. Engem lásson. Az történt, hogy minek hívják? Kompresszió hiányos a Skoda? Ezt nem tudom. A szervó az egyszerű, elektromos szervója van. És ugye, mikor anya ment vele, és ütköztek, mármint hátulról belement kétszer egy nő. Tudod, először a körforgalomban, hajnalban. Először belement, aztán lekuplungolta az autóját, aztán megint dur még egyszer. Na, azonnal meg is szűnt a szervó, de hogy? Na mindegy. Az a kisebbik hiba, de ez lambda szonda, vagy mi a franc, ami így visszajelz? Lambda szonda. Hogy van? Nem óval, aval van. La? Igen. Tehát la, nem labda. Lambda. Ilyen a programozás. Ez olyan, mint a bárány angolul, lamb. A sheep, de mindegy. Ez a lamb, az mi a lamb? Hát fogalmam sincs. Majdnem galamb. Soha nem is hallottam angolul, hogy lamb. Mindjárt megnézem. Honnan jött neked ez, hogy a bárány az lamb angolul? Nem tudom, valami, hogy beugrott. Tényleg bárány. Hát baszd meg. Hát akkor csak tudom, mert én vagyok a hülye. Igen. Na, van az a szonda, ami visszajelez. Pont most jöttünk Récsák fele, és hát Benjoval. Hát az autó nem akart följönni. Három hengerből csak kettő ment. Elmentem gyorsan. Tamáshoz kipucolta a gyertyákat, tehát olyan szinten be volt gyógyulva mindegyik gyertya, majdnem olyan, mint a vízköveső. Nem csak vízkő volt, hanem szedett ki ilyen polipokat is. Minden volt rajta, tiszta trutyi olaj, vízkő, minden. De érdekes módon a víz nem folyt, és hát minek hívják, nem víz van ebben, hanem fagyáló. Egy centimétert se folyt, tehát nem, valami más van. Na mindegy, az olajat azt viszont eszi rendesen, és rámért a kompresszióra, és ugye ilyen, a 10,5 az rendben volt, azt mondta, az aránylag normális, de az egyik az 5-ös volt, a másik meg 7,5-es. Úgyhogy most az a dilemma, ugye, itt van Benjókkal is velünk, hello Benjo! Most az a dilemma, hogy ugye Zolcsi azt javasolta, hogy komplett motorcsere, ne baszakodjunk bele, hanem egyszerűen vegyünk egy használt motort, de nekem meg az aggályom, hogy mi van, mert azt mondja, oké, hogy garanciát adnak rá. De nekem meg az aggályom ezzel kapcsolatban, mi van, ha ugyanolyan szar, hát ez, érted, ez ilyen Skoda betegség. Hát ezért van, hogy BMW-t kell venni. Jaj! Megint ez ugye. Egymában. És na. Az megy is. Hiába van a rommátörbe. Nem, én azt szeretném most elintézni, ugye, amíg anya távol van, összehozni, hogy eladni az autót. Tehát biztos, hogy van, aki ért hozzá, szerelő, az megveszi ebbe az állapotába, mert mondjuk meg tudja csinálni, tehát kicseréli a gyűrű, dugattyút, minden csík, köszörülés, minden meg tud csinálni. Csak kérdés, hogy milyen áron megy el az autó, meg utána, mit veszünk? Hát ez, érted, mindig... Ilyet! Itt, Iveco-t, jól van. De miért mondod, hogy Iveco? Nem Iveco, Iveco, rövid Ive, de miért mondod azt, hogy Iveco? Szállj ki, azt... Nézd meg, bazd meg! Bazd meg! Ez azért van, hogy fölidegesítesz.
oda kell figyelni. Igen, ahelyett, hogy azt mondod, hogy Iveco, pont mondjuk azt, hogy Iveco. De ez gyalogos, Iveco. Majdnem gyalogos gáz volt, bazd meg. Mi gáz volt majdnem gyalogos? Téged kéne elgázolni, elgázosítani. Hát bazd meg, nem láttad, mit csinált? Milyen hirtelen került ki? Nem vette észre, hogy mi? Na mindegy. Nem, csak kimondtad, hogy Iveco, és még ő is rosszul lett tőle. Na, milyen autót vegyünk? BMW-t, vagy Iveco. Iveco! Apa, ezt kell röltetni. Jól van. Te, jaj, te Koletkából van több fajta. Tudom. Honnan? Én nekem küldtek egy csomó fényképet, hogy ilyen nagy arzenál. Ott van a többi is. Koletka arzenál. Persze, Koletkából ott van a többi is, csak én ezt az egyfajtát vettem eddig, mert ez finom. Jól van. Én Magyarországon. De honnan tudod, hogy a többi nem finom? Biztos finom, nem? A kofolából például a többi ízesítés nekem egyáltalán nem ízlik. Csak az eredeti. Aha, nekem ízlik. De hogy? Mert nem finom. Hú, Benjo, finom a kofola vagy nem? Igen. Ugye? Ne, szerintem is. De na jó van. Nekem még az ananászos is ízlik. Lekapcsol. Ködlámpa! Ködlámpa! Miért megy ez ködlámpával? Rendőr, megáll. Egyébként a ködlámpának szerintem az égvilágon semmi értelme, azt csak azért találták ki, hogy a rendőr cseszegethessen érte. De egyébként ezen például van ködlámpa, azon a Skodán? Ezen nincsen, hál' Istennek. Én azt hittem, hogy a helye az ott van, de nincsen ködlámpa benne. Tehát az a ködlámpa, ami lent van a talajnál közvetlenül? Igen. De hát nem látsz fel semmit, nem látsz fel jobban. De erősebb a fénye? Vagy mi a francia zavaró tudom, az? Mi csinál? Mi nem tudom, azért van, hogy cseszegethessenek érte. Téged is egyszerűen a kis buzi gyerek. Emlékszel, jöttünk ki a cégtől, megállt előtted, az volt pofája kiszállni az autóból, oda jött hozzád elkezdeni ugatni, hogy érted, kapcsolt ki, nem? A BMW-be volt, nem? Nem rohadt meg, az is ott van. Hát azért majdnem kiszálltam az autóból, azt letarkózni érted egyből. Mi a geci köze van hozzá, bazd meg? Na. Megjöttünk. Ja, ilyenkor mindig meg szokták kérdezni, hogy nem tudom hány percnél jár a film, de ott milyen zene szólt? Ott milyen zene szólt? Jaj, mulatós. Most miért mondjam meg? Saját zenéje. Saját zenéje. Leventének nem érhető el sehol. Ennyi. Ennyi. Itt lehet meghallgatni. Általában egyébként nem érhető el sehol, de én át, de néha egyébként meg, de mindenhol elérhető. YouTube-on is, meg a SoundCloud-on is. Ez? Jó, de ez? Ez is. Mert ez most melyik amúgy? Jó, ott van a csatornám főoldalán a linkje, a SoundCloud linkje. Vagy, nincs is rajtad a pólómi, akkor beírja, hogy te egoist. Ja nem, mert tegnap összeítettem, összeszartam. Jaj, ez idegen. Jó, hallgassunk egy kicsit ebből a zenéből. Ávadd meg! Nem húzom, de most jön a rock. Jó. Most jön a... Bazd meg! Lámpa van kapcsolva? Jó. Azért villottak. Köszönjetek a Zolinak! De ez milyen volt már? Az autót megállt a zebra. Ja, és mögöttem mentek el. Meg előtte, meg mögöttem mentek ja. el. Szia Zoli! Nem tudom merre vagy Zoli. Szia! Köszönjetek már ti is. Szia! Szia! Zoli! Szia Zoli! Én mindig csak annyit tudok erről a Zoliról, hogy itt lakik és soha nem nézze hozzá. De múltkor itt én egyedül voltam és beült az autómba, majdnem egy órán keresztül domáltunk. Aha. Hát azt hiszem, majdnem egy órán keresztül ült az autódba és semmit nem csináltatok. Há? De annyi, hogy már... Á, mindegy. Lidülig megy a zene, jó? Igen, igen. Jól van.
Délután egy Goa party? Live-ba? Persze. Random Goa party a konyhában. És mi a címe ennek az olyanek akkor, hogy mindenki tudja? Nem lehet kiejteni. És mi a címe? Anyuka 2.0. Tessék, mondd ki te! Majd várjál, nem! Megmutatom, megmutatom. Add ide. Ott van! Itt van! Be van törve a kép. Na, itt van Lidu? Nyitva? Tart. Nyitva. Oké, okay, jól van. Itt van, úgy összehugyoznám magamat. Én is összehugyoznak téged. Még be is szarnék, hallod. Fákja oda. Na, tessék. Ki lehet ejteni? Meg vagyunk jövésve. Én oda az évbe akarok menni. Mit csinálni? Menjünk oda. De ott felvesznek embereket dolgozni. Na, végre. Itt. Sofőrt is keresnek, nem na, tudtad? Na, apa, te már visszatelefon. Hova? Ja? Oké, okay, tessék. Na, itt most mi van? Hát meg kell, hogy forduljál, mert nem fognak beengedni. De én most jöttem dolgozni. DF, hagyd persze. Szóljon. Nem tudom, mit kell csinálni. Keresnek sofőrt egyébként. Fordulj meg itt, aztán menjünk vissza a Lidlbe. Busz. Úgy is ránk fognak szólni egyébként, hogy mi a fasz keresünk. De hogy szólnak? Hát akkor meg nem. Egy drift? Ez jó driftelő hát, hely. Hát mi van ott? Mi hol? Mi ez itt? Itt hát, nem lehet megfordulni. Hát ott még mondjuk meg tudsz fordulni, de itt is. Átvertél. Én azt gondoltam, hogy itt mész ki. Persze, én is. Na végre. Hát de ha itt meg lehet fordulni, akkor ott miért nem lehet? Egyébként meg itt egyszerűbb leparkolni, mint a Lidlben, ott nem fogsz találni parkolóhelyet. De fogsz. De nem tudsz itt leparkolni, mert sorokból van. Na is. Fogod itt, az a nagy gáz, hogy a BMW hibás szervóval sokkal egyszerűbben kormányozható, mint egy Skoda hibás szervóval. Hát ez nehéz, nehéz autó. Mármint, na, hát kormányozni. Van egy olyan sejtésem, hogy ez könnyebb, mint a BMW. Tele van izével. Nem úgy értem súlyra, hanem én nem tudom, a kormány műve nehezebben kezelhető a amúgy szervó. Amúgy meg hol a forgalmi, a kíváncsi vagyok, hogy mekkora a súlya. Mindjárt. Ha valami ezer tonna fejed. Ezer. Hát egy gyönyörű parkolás. Tolatva vagy nem? Úgy csinálom, hogy... Tele van helyjel minden. Na, milyen láncfűrész? Makita vagy mi? Az. Jól van. Tapasztalt elnököt. Let's go. Bugár Béla. Azt hittem, hogy felvesznek elnököt. Te nem akarsz jelentkezni elnöknek? De. Be tudod csukni a kap? Nem. Jönnek mamáik. Tényleg, jönnek mamáik. Ja, te mamád, nem az enyém. Neked az anyósod. Igen. Ó, bassz meg. Hú. Bassz. Te unva. Öcsém. Na jó. Te. Ja, most sütök a sütöm a virsit nektek. Csak kipakolok, jó? Basszus, öcsém! Azt a... Egy pillanatra leteszem ide a kamerát. Minek? Majd te kezeled. De hogy, amikor ki akarok pakolni, te? Kofola. Na, így nem jó. Te meg mehetsz el, mi? Azt mondtad, ez nagyon finom, meg akartam gúztani. Világ legjobb virslije. Kurácia párki. Ugye? Mi van tűz a kajánba? Mi van mit? Én a tűz. Hát mondjuk kimész, megnézed, azt rögtön megtudod. Vittem nem be fát. Ki, mert beteg vagyok. Na. Én is az leszek. Rád nézve. Na, Benzsó, vedd át, már itt légy szíves, mert... Nye. Legalább te vedd át. Na végre. Miért van itt ilyen gyenge fény? A Levente, amikor átveszi, az azt jelenti, hogy kész, így, ennyi. Értem. Tudod, mire gondoltam? Nem tudom. Sajnos gondolt valamire. Na, mire gondoltál? Hogy nem ezt fogom kipakolni. Jaj, nézd ide! Azt mondtad, nem kérsz kofolát. Szóval mindenféle. Nem. Az az enyém meg rá, de azt add vissza a miszlánckámat. Na, nem ezt fogom kipakolni, hanem a kukát. A
Ez kimegyek, lefilmezem, kipakolom a kukát. Ez az enyém. Meg minél mondom. Na jó. Minden az enyém. De legalább most már tele van a hűtő. Lesz. Én a másik jó kukát. Koletka van még? Adjatok már koletkát. Levente megettem. Minden? Nem. Ja. Egyébként meg... Apa. Basszus, a picsáda, várjál. Jó, ez megy be a fagyasztóba. Egy. Hol a másik nagy joghurt? Marad koletka! Nem marad koletka, majd legközelebb. Nem érdekel, miért nem gondolkozod előre? Venni kellett volna. Én még életemben nem ettem koletkát. Ott múltkor beleharaptál. Nem. Soha. De. Nem. De. Mutasd meg, nem. A licsit mutasd meg. Licsit? Minek vettetek licsit egyébként? Helyette vehettetek volna vodkát. Ez mitől? Egy szőrös valami szírszar. Mi ez a retek? Lícsi. Na jó van. Szegény gyerek beteg. Emlékszel erre egyébként? Mármint, hogy hol tört... Mi van, ha teljesen mesztelen vagyok? Ja? Akkor mi van? Így járás. Oda néz. Ne húzgál, mert borzalmasan szar, már nézd meg. Két ilyen pöcök tartja. Pöcök? Ja! Hát ezt meg tudom oldani. Oh, de én most mondtam, hogy ne húzogálj. Te, de hogy jöjjek be, ha nem húzogálom? De húzogálom. Nézd. Igen. Báú, bassza meg, de bevertem a fejét. Nézd, figyelj. Látod. Aha, na, megyek kaját csinálni, mind a két gyerek éhes. Levente éhes? Persze. Ja, mondtad, hogy valamit igyak meg, meg kitöltötted, de nem kéred. Igen. Ez? Az, igen. Az én gyógyulásomra. Bár én nem vagyok be, ez akkor megelőzés. Jó van. Menj minden, mint haszom. Megyek kajázni. Kaját csinálni! Várjál, ezt leteszem. Mite? Kófola! Már sül egyébként, nézd csak ide, mi lesz a kaj nekik. Kis kolbász már betettem ide. Zsírján, saját zsírján. Gyorsan jövök is. Aztán még hozzá kurácia bárki. A világ legfinomabb virslije. Így. És tojás. Tojásos virslis, kolbászos megoldás. Egy kis valami zöld fűszerrel. Hát tudod mi az ilyenkor? Hagyma? Fokhagyma? Mit tudom, ha találok. Ja! Ú, basszus, nem is mutattam. Na. Meg lehet, hogy nem is fogom. Na, csak jobban nézünk így ki, nem? Nézd oda. Nem? Megérte kimenni, mindjárt bontok egy jó sört magamnak. Ilyet feltétlenül kóstoljatok meg egyébként, ha jártok Szlovákiába. Ez nagyon-nagyon finom, 1 euró. Pritaminnal van egyébként, hiába van ráírva, hogy paprika, ebben pritamin van. Ez meg a kedvencem. Nagy-nagy-nagy-nagy kedvencem, fasírt. 1 euró, szintén 1/2 kiló. Többit már tudjátok. Kofola, hát meg most tudod, egészségmegőrzés céljából vásároltam egy ilyen kis vadászkoktélt. Na, szerintem minek filmezzek tovább? Jó, ráadom az állványra. Ennyi. Így, kész. Benne leszek? Ha nem, akkor nem. Várjál, megfordítom kijelzőt. Biztos benne leszek. Jó, fuck, annál hol vagy? Hol van a fuck annál? Halljátok ezt a hangot? Na jó, akkor érjétek be ennyivel, kajon helyett. Én vagyok anyátok. Majd én eszek. Majd azt a hangot is halljátok, amikor eszek. Na, hoppci!
Mikálod? Anya azt írta reggel, hogy 50 féle reggeli volt a hotelben. Pazarság, stb. Anya azt írta reggel, tagolva mondom, jó? 50 féle reggeli volt a hotelben. A város neve Chichester. Mi van? Jó, azt mondja, hogy szerintem belesütök mindent. Egy nagy zacskó virsli. És nem a kilós, hát vettem kilós virsli, de ez finomabb sokkal, mint a kilós. Meg dupla annyiba kell, de nem baj. Jó, pörögetek zsír, minden kéne alá valami. Innen ide. Ja, vacsorára. Mert hoztam vacsorára. Hát, tudjátok mi ez. Lazánya. De nagyon-nagyon finom. Ja, így mutatom. De... Mert így kapcsolom a kamerát, mert unalmas már ez a film. Aha. Na, ez nem csendélet. Gazdagon. És hozzá. És hozzá. Na. Mindjárt. Sportsózás, tessék. Só az kell, mert az energia. Anyósomféle savanyúság, baromi finom. Savanyúságokat készítenek. Maradék meg majd az enyém lesz, mármint ami itt maradt. Jó. Ja.
kenyérfelbontás. Ennyi. Azt mondja, hogy egy, kettő. Villa. Szerintem kész vagyunk. Ennyi.